Sziasztok! Először is hadd kezdjem azzal, hogy üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon, és holnap lesz az első adventi vasárnap, úgyhogy talán már mindenki elkezdett készülni egy picikét a karácsonyra, így teszem én is, úgyhogy ma egy karácsonyi likört fogok elkészíteni veletek, és ebben egy ilyen fehér csokis, mézes kalácsos likört kell elképzelni, és nézzük is, hogy mit tartalmaz, mi kell hozzá. Tejszínt tegyük fel melegedni a cukorral, és tegyük hozzá a fehér csokit is. Olvasszuk így össze az egészet. El is készültünk a csokis masszával, vagy tejszínes masszával, úgyhogy keverjük ki a másik hozzávalót, ami tejből, a fűszerkeverékből és az összes többi hozzávalókból egyedül a vodkát hagyjuk még ki. Most már csak az egy dolgunk van, hogy összekeverjük mind a kettőt, és utána kitegyük a hűvösre, vagy betegyük egy pár óra hosszára, míg kihűl a hűtőben. Miután összekevertük őket, egy darabig melegítsük, míg be nem sűrűsödik. Kihűlt, ez a csokis tejszínes dolgunk is, úgyhogy most már nincsen más dolgunk, mint leszűrni és összekeverni a vodkával. Oké, most már nincs más teendőnk, tényleg. Üvegekbe kell tölteni a likőrt. És mehet ajándékba. Elkészült minden, most már mehet be a hűtőbe, hogyha nincsen esetleg annyi helyetek, hogy ezt eltároljátok, akkor én például kint fogom tárolni a teraszon. Kívánok hozzá nagyon jó mulatást! Kívánok nektek örömteli karácsony készülődés, remélem ez a kis recept és ötlet tetszett nektek is. Ha így van, lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!